A nemzetközi közösség döntése, hogy a Krím 2014-es annektálása után nem gyakorolt nyomást Oroszországra rendkívül nagy hiba volt, jelentette ki Marketa Pekárova Adamova, a Cseh Parlament alsóházának elnöke a Szabadság Rádiónak adott interjújában. Azt kell mondanom, hogy most már úgy gondolom, hogy egyértelműen rosszul döntöttünk, amikor nem gyakoroltunk nyomást Oroszországra, mert a válaszlépésünk elégtelen volt. És szinte biztos vagyok benne, hogy most már nem csak én, hanem Más vezetők is nagyon jól tudják, hogy ez hiba volt, jegyezte meg a házelnök az Unián-Ukrán hírügynökség beszámolója szerint. Hangsúlyozta azt is, hogy már 2014-ben világos volt, hogy Oroszország nem áll meg a Krím annektálásánál. Elmondása szerint az előző külügyminiszterük, Karel Schwarzenberg nem sokkal a Krím annektálása és elfoglalása után azt mondta, hogy a krim csak a kezdet volt Oroszország számára, és mindent meg kell tennünk, hogy megállítsuk őket.